Sziasztok, Anett vagyok, és itt is van a videó, amit megígértem nektek, hogy hogyan készült el a koszorús oldalam a Tatabányai Scrap Tábor workshopjára. Ezeket a szép dolgokat a Pink & Paper biztosította számunkra. Ezt az oldalt, ezt a lapot választottam ki, ezt a koszorús oldalt a Pink Fresh Studio Indigo Heels 2-es kollekcióból. Az első lépés, hogy kitaláltam, hogy hímezni szeretnék rajta. Kiválasztottam egy pár levelet, amit körbe hímeztem. A hímzéshez gyöngyfonalat szeretek használni, rengeteg fajta színben kapható, és pont jó a vastagsága. Ezt a másik fajta hímzőfonalat szét kell szedni, mert túl vastagnak érzem papíron hímzéshez, de ez tökéletes a vastagság ezekhez az oldalakhoz is. Egy ilyen kis habtapi darabkát használok alátétnek, ami pól felületet biztosít ahhoz, hogy tűvel átbökjem a papírt előtte, mielőtt elkezdem hímezni. A hímzés egy nagyon jó kis folyamat, elég hosszadalmas, de nagyon kikapcsol akkor, hogyha tudod, hogy ki tudod a fejedből verni, hogy egyébként más dolgod is lenne, akkor tényleg egy nyugtató, meggyújtató folyamat lehet. A fonálkáknak a végeit magukba a levélkéknek a belsejébe rögzítettem cellukszal, azért cellukszal, hogy lássam, hogy hol vannak a kis lyukacskák, amiket hímezni kell, illetve tudtam azt, hogy a levélkéket később ki akarom vágni a körvonaluknál, és ahhoz fontos, hogy ne vágjam el a fonalat. És ezek azok a fotók, amiket fel szeretnék használni. Az egyiket nagyon szeretem, csak nagyon homályos, úgyhogy végül is az kiesett a szórásból, pedig nagyon édes rajta panna. És a következő lépés pedig az, hogy ennek a koszorúnak a belsejét kivágtam. Ehhez egy művészkést használtam, de természetesen olóval is meg lehet tenni. Úgy éreztem, hogy ez így pontosabb és gyorsabb lesz, hogyha művészkést használok hozzá. Hát fárasztó művelet, rendesen megérezte a csuklóm a végére. Aztán ezt a kis papírt, amit kivágtam a közepéből, ezt felhasználtam, és a fotókat ráhelyeztem, és ez egy kicsit sötétebb keretet adott a fotóknak, de láthatjátok, magát a fotót pedig úgy nyomtattam, hogy egy vékony fehér keret van körülötte, nem tudom, nekem ez tetszik, szeretem így megoldani. És akkor kitalálgattam, hogy hova kerüljön a fotó, majd következett a külső leveleknek a kivágása. Itt nem vágtam ki minden levelet, úgy nagyjából minden másodikat talán. Ez attól is függ, hogy hova teszed a fotót. Fontos, hogy ne vágjuk túl közel a tövükhöz, mert akkor itt láthatjátok például, hogy bele is szaladt a kés, és elvágtam a koszorút. Semmi probléma, mert ez nem látszik egyébként, ha megragasztjuk hátulról, de érdemes inkább kifelé húzni a kést, és akkor talán a belső fele nem szalad olyan gyorsan bele. Nagyjából minden második levelet emeltem ki a síkból. A végeredmény nagyon jó pofa lesz, olyan, mint hogy egy igazi ág lenne ott körbevezetve, hogy össze-vissza állnak rajta levelek. A következő lépés, hogy ezt a réteget, tehát ezt ki szeretném emelni, ami azt jelenti, hogy a hátteret, amit később aláragasztok, az kicsit mélyebben legyen, és ehhez én egy A4-es dekor gumit használtam fel. Lehetne használni simán 3D-s ragasztót is, körbe ragasztani és úgy, de én úgy éreztem, hogy mivel én a kis levélkéket ki szeretném hajlítani, ami kívül vannak, ahhoz jobb, hogyha ennek a dekorguminek a felülete közelebb van a levelekhez, mert akkor könnyebben, tehát csak elég egy kis 3D-s ragasztókocka, hogy megemeljem el. Nem tudom, hogy ez érthető, amit mondok. Na itt a ragasztóknál, amit fölragasztok, arra kell figyelni, ne ragasszam vissza azokat a leveleket, amiket már egyszer kivágtam. Tehát a levelekre ne kerüljön ragasztó. Itt pedig csak megkarcoltam a dekorguminek a felületét, ahol hozzáfértem, és akkor ez már mutatta nekem az irányt, hogy hogyan, illetve hol kell levágnom utána ollóval. Magát ezt a félkört aztán fölvágtam, és fel tudtam használni a többi résznek a kiemeléséhez. Én szeretem ezeket a dekorgumikat kiemeléshez használni, de természetesen bármi másik kartonpapír is jó ehhez, vagy mondom ragasztócsíkok.
Most következik a háttér elkészítése, ehhez clear gesszóval alapoztam a papírt, azért átlátszó gesszóval és nem fehérrel, mert ez egy nagyon szép fehér papír, és bizony a fehér gesszónak van egy kis sárgás hatása. Ezért így kicsit rászoktam, hogy fehér papírt átlátszó gesszóval alapozok. Azért alapozok a papírt, mert festeni fogunk rá, és vannak olyan alapkartonok, amik nagyon rosszul reagálnak a vízre. Van, amelyikkel ennyi minimális festés, mint amit elvégzünk, meg lehet oldani, de nem mindegyiknél. Itt pedig nagyon jó lehetőségünk van festeni és a festéket mozgatni a felületen. Na, amit itt láttatok, hogy körberajzoltam a fotót, tehát elterveztem, hogy hova kerül, körberajzoltam, és már is nekiálltam a domborításnak. Domborító tollal rajzolok rá kis levélkéket, indákat, akár virágokat, bármit kitalálhatsz, amihez kedved van. Rajzolok egy kis dizájnt, majd a hőlégfúvóval megmelegítem. Addig melegítem, ameddig ezek a kis szemcsék megolvadnak, elolvadnak, összefolynak. Fontos azért azt is tudni, hogy ha túl sokáig tartom ezt a hőlégfúvót a papírhoz közel, akkor meg tudom égetni a papírt és bebarnul. Tehát itt fontos az, hogy összeolvadjanak azok a kis szemcsék, de közben azért mozgatni kell ezt a hőlégfúvót, hogy ne égessen meg a papírt, hanem csak éppen addig melegítsem, ameddig ezek a kis szemcsék összeolvadnak. Időnként oda próbálom a fotókat, hogy fog kinézni. Azt láttátok, hogy egy tollal rajzoltam meg, ezek a pilot tollak, amiket ki lehet radírozni. Na most itt ezeknél a tollaknál a tinta a hő hatására eltűnik. Tehát ez egy tök jó dolog, ki lehet használni a lehetőségeit, nem kell ceruzát radírozgatni utána. Itt pedig már magát a koszorús alapot helyezem a papírra, megnézem, hogy hol vannak olyan kis helyecskék, ahova még további kis indákat, levélkéket tudok rajzolni, és akkor ezeket is hődomborítom. Amire érdemes figyelni, nem kell az egész felületet összerajzolni. Elég, ha csak éppen kikandikál a fotó mögül valami, és az már mutatós lesz. Kicsit trükkös meglátni, hogy holva rajzoltam a domborító tollal, de a fény felé tartjuk, akkor látjuk a fényes felületet, amit hagy maga után, és akkor látjuk, hogy hova kell szórni a port. Meg szoktam kocogtatni a körmömmel, vagy ecsettel kicsit le lehet róla söpörni, hogyha olyan területre is ragadt por, amit nem szeretnél, hogy domborítsunk. Na, itt lesz a fotó, megnézem azt a kis körívet, és úgy festek, hogy tényleg ebből a kis ívből éppen ott csak kikandikáljon egy kis festék. A Pink Fresh Studio-nak a likvid folyékony vízfestékeit fogom használni, a lilát és a narancsot. Úgy éreztem, hogy ez a kettő passzol a fotóhoz, viszont figyelni kell rá, hogy ez a két szín ne keveredjen, mert elég ronda barna jön ki a végeredményből. Ezt a sárgát eléggé meghigítottam. Itt mutatom, hogy pacsmagolni lehet az ecsettel, vagy pedig akár ilyen kis nylon darabot felhasználva is el lehet oszlatni ezt a festéket. Tehát többféle módszer van erre, hogy hogyan oszlassuk el. A lényeg az, hogy ami közel van a fotóhoz, ott lehet egy kicsit erősebb a szín, és ahogy távolodunk a fotótól, annál hígabb legyen a festék, annál több víz legyen benne, hiszen úgy szépen olvadjon bele a fehérbe, akkor lesz igazán szép. Mivel gesszós a papír, alapozva van, ezért nem fog olyan gyorsan beszívódni, nem kell megijedni, nagyon jól vissza lehet törölni a festéket, ha valahol úgy érezzük, hogy mégis túl sokat tettünk bele. A domborított levélkéknél ki lehet használni azt a dolgot, hogy viszonylag jól megtartja azt a kis vizes festéket magába, tehát hogy azt jelenti, hogy a domborítás keretet szab a vízfesték folyásának, ezért hogyha oda csöppentünk sötétebb festéket, akkor nagyon jól megmarad a belsejébe, és jól néz ki, hogyha ott egy kicsit erősebb színek vannak a levélkéken. Itt láthatjátok, hogy erősebb színeket teszek a levélkékbe, aztán itt a mellette lévő részből, ahol túl erősnek érzem, ott meg szépen visszaveszek az ecsettel. Érdemes egy rongy darabkát vagy egy papírtörlőt a kezünk ügyébe tartani, hiszen a fölösleges vizet avval nagyon könnyen fel tudjuk itatni. Nyugodtan lehet rétegeket készíteni, tehát hogyha megvan egy réteg és úgy érzed, még erősíteni szeretnél, akkor rá lehet újra dolgozni a félig megszáradt vagy megszáradt felületre. Rajzoltam kis indákat is a koszorúnak a többi részéhez, a szélekhez, azokat pedig lilával fogom festeni. Aztán fröcskölök is lila festékkel majd a papírra. Itt fontos, hogy azért nagyjából legyen megszárítva, most például szárítom a festéket. Nagyjából legyen megszáradva, hiszen ha belecsöpög a lila a még vizes sárgába, akkor ugyancsak ez a ronda barna hatás jön létre. És itt úgy éreztem, hogy kevés az a lila inda, ezért rajzoltam még kicsit nagyobb leveleket, hogy
még több lilát tudjak beletenni. Hődomborítottam ezeket a levélkéket. Én szeretem ezt a hatást, amit a vízfesték a gesszos papíron kelt, kicsit ilyen pocsolyás hatása van, mint hogyha a pocsolyákba száradna meg a víz, de én nekem ezt tetszik, szeretem ezeket a kis pocsolyákat, amit létrehoz. Na hát kész van a háttér, úgy éreztem, úgyhogy most föl is ragasztom egyből két oldal ragasztóval a koszorús részt a háttérre. Én akkor mindig úgy szoktam, mert többször porul jártam, hogy nem szedem le az összes ragasztót egyszerre, hanem csak megindítom innen-onnan, ami már úgy megfogja a papíron, és aztán később húzom le, mikor már rajta van, mert volt már olyan, hogy véletlenül rá pottyant, és akkor az egész nagyon bénán ragadt oda. Na, összeragasztottam a fotókat is, azt is, arra is teszek egy kis dekorgumit, hogy megemeljem azt a részét, ami a háttéren fekszik, és nem a levelek külső leveles részen. És ezután már csak a díszítés van hátra. Itt még benn maradt egy ragasztócsík. Jó kis vastag oldal lett így dekorgumistól. Az a fajta oldal, ami mappába bizony nehezen fog beleférni, de viszont szerintem tök jól mutat falon. Mamák biztos örülnek neki, hogy ajándékba kapják. Ez pedig már az akvarell levelek festése. Mindenképpen akvarell papírt javaslok használni, és egy normális ecsetet, aminek gyönyörű csúcsban, hegyben végződik a vége. Tehát van csúcsa, nagyon fontos, nem szákosz, hiszen az szétáll. Többfajta lehetőség van festeni leveleket. Az első, amit itt egyből láttatok a kékkel. Használom az ecsetnek a hegyét és a testét. Először csak a hegyét érintem oda, majd lenyomom a testét, és végül, ahogy húzom az ecsetet, megint csak a hegyével végződik, és ez adja ki ezeket a gyönyörű levélformákat. Egy színnel lehet festeni, és esetleg csöppenteni bele még a végébe egy kis erősebb színt, mint ennél a sárgánál. Aztán lehet olyat csinálni, hogy megfestem egy színnel a levelet, és aztán csöppentek bele egy másik színt, mint a kékkel megfestem a levelet, és lilát csöppentek hozzá. Aztán lehet olyat csinálni, hogy a levélnek az egyik felét megfestem egyik színnel, és másik színnel a másik felét. De ez a legszebb megoldás, amikor festek egy vizes alapot, tehát megfestem a levél formáját egy vizes ecsettel. Ha fény felé fordítom, azért látom, hogy hol csillog a víz. Nem kell, hogy álljon rajta pocsolya, de legyen jó vizes, és abba pöttyintem bele a festéket. És akkor hagyom, hogy a színek ússzanak, és egymásba folyjanak. Ezt nyugodtan meg lehet csinálni két színnel is, amikor olyan színeket is tehetek bele, mint például a narancs és a lila, amik ha egybefolynak, nem lesznek szépek, de itt nem fognak teljesen egybefolyni. Főleg akkor nem, ha odafigyelek, egyik végébe csöppentek egy kis sárgát, másik végébe lilát, abban egy nagyon szép eredményt hoz. Itt például csak egy helyre csöppentem a lilát, és akkor még adagoltam egy pici erős színt hozzá, és ez szépen felkúszik majd. Lehet, hogy nem teljesen a legtetejéig, de nem is baj. Gyönyörű, szép festői leveleket lehet így létrehozni. Nagyon jó ebben játszadozni, és gyönyörű látvány szerintem. Itt pedig azt láthatjátok, hogy olyan levelet festek, aminek az egyik felét megfestem egyik színnel, másik felét pedig másik színnel. Na és ez egy jó példa, amikor a lilát meg a narancsot összekeverjük, akkor mi lesz belőle, hát ez nem lett túl szép látvány. De azért meg lehet oldani úgy is, hogyha nem olyan erős, nem olyan vizes festéket használok, akkor nagyon nem folyik össze ez a két levél, ez egészen szép lett. Közben lehet figyelni, hogy azok a levelek, amiket úsztattam, amiben úgy belecseppentettem a vizes alapra a festéket, azokkal közben mi történik, mert folyamatosan alakul. Az ember festi tovább a leveleket, és nem is figyel rájuk, aztán később, mikor visszatér, akkor vesz észre, hogy valami teljesen más lett a végére, hogy olyan izgalmas dolgok
alakulnak belőlük. Itt még erősen próbálkozok azzal, hogy két szint összefolyassak, de egyszerűen sokkal jobban működik a lila és a narancs esetében az, amikor az egyik végébe csöppentek ilyet, és akkor a másik végébe meg olyat. És akkor nem keveredik annyira erősen össze a két szín. Én úgy gondolom, hogy kezdőknek gyakorlásához is igenis fontos az, hogy akvarellpapíron gyakoroljunk, hiszen teljesen más ugye működik a festék egy alapkarton és egy akvarellpapíron. Ha nincs egy normális ecsetetek és nincs jó papírotok hozzá, akkor abszolút könyvelhetjük a kudarcot, és elmegy a kedvetek az egésztől. Igenis meg kell venni az akvarellpapírt, hogyha ívben veszitek, és nem ilyen leragasztott lapokba, akkor még olcsóbb is, ilyen kis elemek gyakorlásához bőven elég az is, és sokkal nagyobb a sikerélménynek a lehetősége. Azok a levelek szépek, amiben nem homogén a festék. Tehát nem az, hogy belemártjuk az ecsetünket a festékbe, és akkor rajzolunk egy levélke formát, hanem hagyjuk, hogy az a festék ússzon. Egyik helyen erősebben van benne, másik helyen halványabban, és ennek a szépsége adja meg a leveleknek a szépségét. Itt pedig már azt láthatjátok, hogy a leveleket körberajzolom. Alkoholos filcet szeretek használni, ez a kedvencem a Micron 01-es. Itt az a lényeg, hogy ha olyan stílus szeretnék, mint amilyen a készletben lévő levelek, akkor nem lendületes, egyenes vonalakkal rajzol körbe leveleket, hanem kicsit hagyjuk ilyen göcsörtösre. Tehát mint egy kis ovis rajzolta volna őket körbe. Nem is kell a vonalakat pontosan követni. Jól mutat, hogyha belül vagy a festett részen kívül húzzuk meg a vonalakat. Nagyon fel fogja dobni. Szabadjára lehet engedni a fantáziát és úgy díszíteni leveleket, ahogy szeretnétek. Egyenes vonalakkal, vagy rajzoltam például ilyen kis szaggatott vonalakkal is, mintha körbe lenne varva fekete cérnával. Ezek pedig már a tatabányai VS-en készült levelek, sokkal szebb leveleket festettem akkor, mint előtte. Hiába az ember belejön és megtanulja a technikáját. Aztán jön a kisollóval való kivágás, majd pedig az oldal díszítése. Mivel elég mozgalmas az oldal, ezért túl sok díszítést nem tettem rá. Ezeket a kis levélkéket kitaláltam, hogy melyiket hova helyezem el. Úgy próbáltam őket felrakni, hogy a csúcsukat, tehát a tövüket valamelyik másik levélnek a tövéhez illesztettem, és így lényegében nem látszik. A narancssárga nagyon jól feldobja az oldalt, úgy érzem. Nekem tavaszi fotóim vannak, és maga az Indigo Haze 2 készlet pedig inkább őszies hangulatú, és ebben a narancssárgával igazán tavaszias oldalt készítettem. Vidámságot, napfényt visz az oldalba, és a lilával kiegészítve szerintem tökéletes. Puffmi matricákkal díszítettem tovább az oldalt. Köszönöm, hogy ott voltatok velem a VS-en, és elkészítettétek az oldalt. Fantasztikus élmény volt látni azt, hogy az alapötletből kiindulva milyen gyönyörű oldalak készülnek. Valaki vállalta a festegetést, valaki inkább mást talált ki az oldalhoz, és gyönyörű rétegeket épített. Ez teljesen mindegy, az volt a lényeg, hogy mindenki a saját formájára, a saját ízléséhez formálta ezt az oldalt, és tényleg olyan gyönyörűségek születtek, hogy azóta is csak örömködik a szívem. A videó végén láthatok egy pár hangulatfotót a táborból, és néhány oldalt, elkészült oldalt, amik fölkerültek eddig a weboldalra, megmutatok nektek röviden, mert tényleg gyönyörűséges dolgok készültek. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!
Yourself angel wings, flying high in the sky.